Üdvözlöm a Miskolc Televízió nézőit, a Promenád mai adását teljes egészében a komoly zenének szenteljük. Tartsanak velünk! Operett, polka, spanyol dallamok. Hamisítatlan újévi koncert hangulatot varázsolt a Miskolci Szimfonikus Zenekar 2020-ban. Négyszer töltötték meg 3 nap alatt a Miskolci Nemzeti Nagyszínházát. Az évad nagyobb fele még hátra van, de már most látszik, ebben az évadban még több szeretet veszi körül a zenészeket. Egész hétvégén koncertezett a Miskolci Szimfonikus Zenekar. Hagyomány már, hogy az együttes a Nagyszínházban muzsikál a közönségnek az év első napjaiban. Az érdeklődés pedig folyamatosan nő, így már az is hagyománnyá válik, hogy egy koncert nem elég, de a 2 és a 3 sem. Idén is 4 alkalommal lépett a miskolci közönség elé a zenekar. Országosan, amit így visszahall az ember, abban azt lehet hallani, tehát így a műsorvezető Vece Szilvia is szokta említeni, hogy ritkaság azért, hogy ennyire nagy érdeklődés mutatkozik egy végül is mégiscsak komoly zenei koncert iránt, bár azért egy kicsit a könnyedebb irányba eltolódik ez a dolog. Tavaly is 4 koncertünk volt már, kolléganőim biztattak, hogy idén is valószínűleg meg lesz ez a 4. Azt kell, hogy mondjam, hogy itt Miskolcon valóban 4 van, de lesz egy 5. koncertünk is még ezen a hétvégén Emődön, ami szintén nincs olyan messze. A 4 előadás így valójában 5, az érdeklődés pedig egyre nagyobb. Az évad még csak alig néhány hónapja tart, de már érezhető, hogy a tavalyitól is nagyobb szeretet veszi körbe a zenekart. A kiváló együtteshez remek közönség társul Miskolcon. Annak nagyon örülök, hogy úgy érzem, hogy itt a városban nagyon szeretik a zenekart, igény van a programjainkra, arra a színességre, amit tudunk biztosítani. Azért az elmúlt években én magam úgy látom, hogy elég sok rétűvé vált a korosztályilag, és egyébként így a műfailag is a kínálat a zenekar részéről, és ezt a közönség érdeklődésén is tudjuk mérni. Nagyon szép statisztikai eredményeink voltak évben és évadban mérve, és tehát akár az eladott jegyeket, akár a nézőszámot, bevételt, ha nézzük, ez mind nagyon-nagyon szépen felfelé mozdult el. Nyilvánvalóan ez együtt jár a zenész kollégáknak egy kicsit fokozottabb terhelésével, amiért én nagyon sokszor nagyon sajnálom őket, de mindig azt szoktam mondani, hogy azért valamennyire mégiscsak egy kicsit a szolgáltató szektor részei vagyunk, és az igényeknek a kínálattal össze kell találkoznia. Össze is találkozik a miskolci közönség, magasra teszi a mércét, és gyakorta igényli a magas minőségű koncerteket.
az újévi koncert az mindig számunkra egy nagyon kiemelt esemény, hiszen több évtizede dolgozunk együtt a zenekarral. Egy kihívás is, és egy olyan esemény, amikor a miskolci közönséget tudjuk szórakoztatni azzal, amiért élünk. A zenekar régi partnere az újévi produkcióban a Ködmön Tánc Együttes. Csodás keringőt láthatott tőlük ezúttal is a közönség, ami abszolút illik hozzájuk, de nem minden tánc tartozott a profilba. Három koreográfiával készültek a táncosok. Mi a táncegyüttesünk a társas tánccal foglalkozik, versenytánccal, formációval. Hát azt lehet mondani, hogy beleillik a nem minden napunkba, de alapjában véve a bécsi keringőt, az szinte minden nap, a báli szezonban nagyon sokat táncoljuk, a versenyszámainkban is benne van. A polka is hozzátartozik ehhez a tánccsoporthoz, mondhatjuk. A csárdás egy kicsit már másabb jellegű, de úgy gondolom, aki ügyesen táncol, annak az se probléma, hogy maga ezt a koreográfiát megtanulja, és úgy eltáncolja, hogy a közönség ezt tudja élvezni. Thank you.
A táncok és a muzsika is könnyed, ünnepi válogatás volt, de vajon az együttes számára milyenek a jeles naphoz köthető előadások? Én nagyon szeretem az újévi koncerteket, igen, általában az ilyen kicsit könnyebb szimfonikus műsorokat, nagyon-nagyon sokat dirigáltam korábban is ilyeneket. Ennek van egy hagyományos repertoárja, ami azt lehet mondani, hogy kicsit még így a monarchiából datálódik, így ez az osztrák-magyar közös közelség, Johann Strauss és Lehár nagyon egytőről fakadnak. Ebből bőven lehet meríteni a repertoár hihetetlen nagy, hát látjuk a bécsi újévi koncerteknél, hogy vannak azonos darabok, mint hogy itt is ugye a Kék Duna keringő vagy a Denevérnyitány, de vannak új művek is, amelyeket hát viszonylag ritkábban játszanak, csak akkor hozzápárosulhat Brahms néhány magyar tánca, egy-két szimfonikus opera részlet, operett részletek énekesektől, akik hát tényleg csodálatosan énekeltek. Ezúttal is hát nagy öröm volt velük együtt dolgozni, Ádám Zsuzsa és Nyári Zoltán, és hát egy-két virtuóz darab, mindig hívunk olyan vendégeket, mint most a Popovics Ikrek Kárpátaljáról, Imre és Tamás, akiket egyébként a Facebookon fedeztem fel, és így hívtam meg őket, hallottam felvételüket, és hát tényleg egy élmény volt. Tavaly ugye a Forfáterszének együttes volt a vendégünk, tehát mindig keresünk valami olyat, ami hát frissíti ezt a hangversenyt. A Popovics testvérek először léptek színpadra a Miskolci együttessel, és a városban sem jártak még azelőtt. Virtuózok, akik mindent együtt csinálnak. Sokat jelent a zene. Mikor gyerekkorunkban volt, a szülők nem nagyon gondolták adni minket valami hangszerén komolyan. Ez úgy véletlenül történt, hogy anyukának a édes testvére, ő a zenész volt, és elvitte egy ismerős trombita tanárhoz, és elmentünk, megpróbáltunk is, évek haladtak, és ez így lassan kezd kialakulni. Nekünk sokat jelent a zene, ez a mi életünk, az mellett mi is tanárok vagyunk, mi tanítunk a zeneszakközépi úcsiba, nálunk Ungváron, Karpatalján, és amellett is játszunk így. Fellépünk mindenféle zenekarokkal, ez nem az egyik zenekar a Magyarországon, akivel játszottunk, de nagyon örülünk, hogy volt lehetőség fellépni itt evel az óriás zenekarral. Különben megköszöntnénk Antal Mátyásnak, hogy meghívott minket ezekre az újévi koncertekre. Megtiszteltetés volt fellépni ezekkel a szolistákkal, a Ködmön, tánc együttessel, Ádám Zsuzsannával, meg Nyári Zoltánnal. Ez nagy-nagy volt megtiszteltetés.
szeretjük, mert ezeket is a világban játszanak, és mi is szeretnénk tovább menni. Újat is szeretnénk, újak darabokat is fogunk csinálni, de ezek most a világon trombitán leggyakrabban játszanak, és azért mi is választunk ezeket, és különben sokan egyedül van olyan, hogy szolista, egyedül játszik, és mi úgy csináljuk mi ketten, ezeket a darabokat két trombitára teszünk át, és akkor mert hogy tudjunk ketten lejátszani ezt, és hogy na, hogy így legyen. Szóval nekünk ez tetszik. Mindegyik darab, mindegyik jó, mindegyik szép. Na hát nekünk mindegyik tetszik. Nem mondhatnám, hogy egyik valamilyen, de mindegyik jó is. Mindegyik a kedvenc. A testvérpár játéka a Miskolci Szimfonikus Zenekarral teremtett harmónia mindenkit lenyűgözött. Az újévi programjában viszont az operettek is szerepet kaptak. Repertoár idén is igazi csemegéket tartalmazott a zenekedvelők számára. Az újévi zenei menő összeállításánál is a hagyományok előtt tisztelgett a zenekar. Ez egyértelműen a bécsi újévi koncerteknek az öröksége, tehát ez ott indult valamikor, azt hiszem a 20-as években Clemens Krauss, kiváló osztrák karmester volt, aki ott ezt elkezdte, és hát Magyarországon. Tehát egyébként ilyen újévi koncert turnék, meg Strauss turnék Kínában is vannak, magyar és osztrák zenekarok, számtalan zenekar, most is, ha jól tudom, 3-4 zenekar is van, akik Kínában ilyeneket játszanak, tehát erre írtozatosan nagy az érdeklődés. És hát a meglepő mindig az, hogy a látszólag a muzsikus számára unásig játszott műnek van sokszor a legnagyobb sikere. Hát a Radetzky Mars az, azt lehet mondani, azt nem lehet annyiszor eljátszani, hogy ne örülne neki mindig a közönség. A 20-as évek visszatértek, a korabeli muzsika viszont sosem tűnt el. Évről évre elvarázsolja a közönséget. De vajon a zenészek számára megmarad-e ezeknek a daraboknak a varázsa, hiszen számtalanszor el kell játszaniuk. Thank you.
Én azt tudom, hogy annak ellenére, hogy nem vagyok egy tinédzser, nem unom ezt a szakmát, úgyhogy ez valahogy mindig frissen tart. Pablo Casals, a híres csellista mondta, azt hiszem 85 éves korában, hogy boldog vagyok, hogy egész életemben ugyanazt csinálhattam. Ez egy nagy bölcsesség, tulajdonképpen az ugyanaz az azt jelenti, hogy ugyanaz, de mindig azon az azonosságon belül mindig új dolgokat megtalálni, és mindig frissíteni. Hát nagyon sokszor dirigáltam a Denevér nyitányt, és most is úgy éreztem, hogy vannak megoldások, amiket most megkeresek, amit korábban nem csináltam. Tehát ez erről szól ez a munka. Munka pedig bőségre rakad a szimfonikusoknál, az évad java még előttük áll. Nekünk még úgy az évadnak a nagyobb hányada az előttünk van, úgyhogy ha nézzük, hogy 10 hónapból dolgozunk, ez a szeptembertől decemberig időszak az 4 hónap, tehát a java az még hátra van. Egy elég tartalmas időszak elé nézünk, lesznek a bérletes hangversenyünk, tervezünk nagy megaprodukciót, ahogy ezt már megszokták tőlünk, folytatódnak a gyerekkoncertjeink, részt veszünk a minisztérium által életre hívott Lázár Ervin programban, amiben korosztályonként más-más programot kínálunk direktben nekik az iskola szervezésében. Tehát azt mondom, hogy nagyon munkás hétköznapjaink lesznek az elkövetkezendő fél évben.
Az év első régiségvásárán egy igazán új dologgal is találkozhattak a miskolciak. Modelltált Európa legszebb villamosa. Az adventi mézes kalács villamos vízkeresztig közlekedett, de még utoljára álló helyzetben is megmutatta magát. A vágányzár idején a Városháztéri megállóban pihent meg a mézes kalács villamos, így kívülbelül bárki lefotózhatta, megnézhette az apró részletekben bővelkedő téli kis otthont. A búbos kemence mellett többek között karácsonyfa, óriási mézes sütik és mini hóesés is várta a járműben az érdeklődőket az ünnepi időszakban. Az újévi hangverseny után sem pihen a Miskolci Szimfonikus Zenekar, most azonban nem a felnőtt közönség kegyeit keresik. Az egyik legnépszerűbb programjukat rendezik január közepén. A gátlások feloldását segítendő minden alkalomra készül egy barátságos díszlet, emellett játékok, könyvecskék, hintalovak és mindenféle izgalmas tárgy segíti a családokat abban, hogy otthonosabban érezzék magukat. Új karakterek és játékok kalauzolják majd a kicsiket Zeneország Varázserdeiben a Ciróka Baba koncerten. A népszerű gyermekprogram 2014-es indulása óta töretlen népszerűségnek örvend, mind az alkotók, mind pedig a közönség körében. A legkisebb korosztály zeneízlését formáló játékos koncert mindig telt házas. A Ciróka Baba koncert így idén is gyakran hívja majd táncba a legkisebbeket, január közepén két alkalommal is. Ez volt a Promenád január 9-én csütörtökön. Én műsorkészítő kollégáim nevében is megköszönöm megtisztelő figyelmüket. Tartsanak velünk egy hét múlva is. Viszontlátásra!